Petrás László a vendégem, folytatjuk egy picit gyakorlatias szempontból az autótartást, az autószervizelés témáját. Üdvözlöm. Köszönöm, csokolom. Bocsánat, ha mindjárt mentegetőzéssel kezdem, de a felvezetőben ugye elhangzott, hogy női szemmel nézve én ezt nem fogom tudni teljesíteni, de Isten bizony, hogy megteszem, hogy azért ezzel kapcsolatban mindent elmondjak. Köszönöm. Legalábbis olyan információkat, amit fontosnak tartok. Hát azt tudni kell, hogy hát, látják, hogy a hajam azért nem fekete, hanem fehér. Tehát nagyon régen vagyok a szakmában, és amikor én fiatalként elkezdtem ezt a szakmát, akkor még nagyon kevés volt a női vezető. Többnyire férfi privilégium volt az autózás és az autóvezetés, de úgy felgyorsult az életünk, hogy most már a hölgyek is nagyon sokan autót birtokolnak, sőt családban több autó is van, és mindenki rohan és végzi a dolgát, hozza, viszi a gyereket, bevásárol, és hát a technikai hátteret ugye meg kell teremteni az autók szervizeléséhez, és hát így alakult az én életem, hogy most Pasaréten van a kis szervizünk, és ott dolgozunk és javítjuk az autókat. És egyébként hogy indult tehát az ez irányba való elindulás? Tehát már nem tudom, autószerelőnek tanultam? Nem, alapvetően műszerészként végeztem, abból mestervizsgám, de az első munkahelyem a Magyar a Villamossági Kutatóintézet volt, és akkor, több mint 40 éve már a magyarok elektromos autón dolgoztak, és ott volt az első munkahelyem, én is az elektromos autón kezdtem dolgozni, és aztán így meg is maradtam ennél ezen a területen, és végig azóta is ezzel foglalkozom, sőt, azóta már ki kellett szélesíteni a tevékenységi kört, mert már a villamosságból nem lehet úgy megélni, mert nagyon felszereltek az autók, nagyon modernek, nagyon vannak elektronizálva, és ezért ugye vagy azt mondom, hogy abba kell hagyni, mert hát már nem lehet ebből így rendesen megélni, hanem vagy pedig előre megyek, de még éreztem magamban annyi csit, hogy a energiát, hogy még dolgozzak, mert nagyon szeretem. Egyébként azt tanultam apukámtól, hogy a munka a Jóistennek nagyobb ajándéka. Ez így van. Tehát dolgozni, és hát amíg bírom, amíg lehetőségem van, addig ezt meg is teszem. Mennyiszer hallottam azt a mondatot, hogy dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Innen üdvözlöm nagymamámat, Ancikamat, mert nagyon-nagyon sokszor elmondta, úgyhogy örökre beégett az agyamba. László, engem az érdekelne, hogy például amikor elkezdte a szakmát, akkor milyen volt az autópiac, vagy az autószervizelési piac, milyenek voltak a szakemberek, és ma milyenek? Mert én azért nagyon sok helyről hallom, hogy panaszkodnak az emberek, hogy elviszi szerelőhöz az ember az autót, és aztán utána megint viheti. Tehát két hét múlva megint lehet menni. Most ilyenkor a szakemberekkel van a baj, vagy már tényleg annyira, nem tudom, kiszámíthatatlanok az autóknak a felépítése, túl van elektronikázva. Hogy van ez? Is. Tehát a helyzet az, hogy nem térnék ki arra, hogy a szakképzés az egy kicsit lemaradt állapotban van, tehát több figyelmet kéne fordítani arra, hogy a felnövekvő ifjúságnak, a szakmárnak minden csínyát, bínyát megtanítsák. A másik pedig az, hogy ma már egy-egy komolyabb autóhoz fedélzeti mérnökkel, mert annyi elektronika van benne, hogy azt már nem lehet úgy javítani, hogy régen javították. Az én fiatal koromban, éppen a kolléganővel beszélgettünk kint erről, hogy az én fiatal koromban az iparos kollégák, iparosok voltak, maszeknak nevezték őket, mindig segítőkészek voltak. Tehát amikor bementem valamiért rövid gatyásan, hogy valamit szeretnék, meg mutassa meg, mindegyik kivétel nélkül nagyon szívesen segített. Más volt az emberi kapcsolat, mint ma. Ma már egy kicsit eltolódott kicsit az anyagias világot élünk, tehát az autószerelés is, de minden más kategória lett ebből mára. És hát az persze természetes, hogy miután egy családon belül akár több autó is van, vagy ha egy van, akkor a hölgy is már vezet, és ő is foglalkozik az autóval, és amikor vagy hall valamit, vagy lát valamit a műszerfalon, akkor tudja, hogy azzal a szakemberhez kell fordulni. Az más kérdés, hogy a szervizeknek a rentabilitása ugye az megköveteli azt, hogy
hát adott esetben több mindent javítsanak, meg többet számoljanak, vagy másrészt ők nem javítanak, hanem alkatrészt cserélnek. Ma már ez a bevált általában, hogy nem, a szakmunkás már, az ember már nem is annyira ismeri az autót, csak tudja egy cikkszámot, akkor szól a raktárosnak, az leszedi a polcról, beteszik, vagy jó, vagy nem, és akkor mehet az autó tovább. Igen. De régebben ugye kénytelenek voltunk mindent megpatkolni, hogy így mondjam, megjavítani. Hát az én fiatal koromban még egy kalapáccsal, meg egy dróttal meg lehetett javítani az autókat, ma már ilyen nincsen. Ma egy komputer nélkül, egy hiba kiolvasó nélkül szerviz nem is tud működni, tehát az már felejtős. Erre nagyon nagy szükség van. És mik azok az alapok azért, amire például odafigyelhetünk? Tehát csak ilyen nagyon bagatell dolgokat mondok, hogy például nekem múltkor egy csepp olaj nem volt az autóba, sikerült felfedezni családilag, hogy csak véletlenül nézett rá az egyik családtag az autóra, hogy hát mégis milyen állapotban van, mert semmi nem volt, tehát hűtővíz. Én ebben sajnos nem vagyok túl jó. Tehát mik azok az alapok, amikre viszont oda tudunk mi magunk is figyelni? Elsősorban ugye a hölgyeknél az a fontos, hogy ha ők maguk nem foglalkoznak az autóval, mert millió más elfoglaltságuk van, akkor legalább a társuk, a férjük, a barátjuk kérjék meg, hogy legyen figyelemmel az autóval. Kettő, hogyha valamit tapasztal, mert ugye otthon is leesik egy váza, vagy felborul valami a szekrényben, akkor a hölgyek meghallják, és rögtön utána néznek. Ha valamit lát az autón, vagy hall az autón, akkor nyilván, hogy szól a szakembernek, vagy a családban valakinek, aki tovább intézi az ügyet. Viszont arra nagyon oda kell figyelni, hogy ezek a feltételek teljesüljenek, tehát a gépkocsiban a gumi, tehát a kerekeknek a minősége. Régen a Kresszben ugye elő volt írva, talán még ma is, hogy indulás előtt át kell vizsgálni az autót. Igen, tehát ez a világításokat, mindent meg kell nézni. Na most, ha a szívünkre tesszük a kezünket, ki az, aki minden nap indulás előtt megnézi a kerekekben a nyomást? Senki. Gumiban. Szerintem senki. Nem veszik a fáradtságot, de ezek olyan feltételek, hogy az olaj, a fékolaj, a motorolaj, ezek ellenőrizve legyenek rendszeresen. Ez az következőképpen érdemes ezt csinálni. Van egy műszerfal minden autóban, akkor ott a kilométer óra leolvasható, és tudni kell azt, hogy 10 000 kilométerenként elmegyek a általam bizalommal kezelt szerelőhöz, és megkérem, hogy nézze, ellenőrizze le az autót. Annak vannak egyébként látványos jelei is annak, hogyha baj van, mert hogyha valahol olyan helyen parkol, ahol a kocsival elmegy, vagy mondjuk otthon van, és látja, hogy valamilyen folt van a kocsi alatt, akkor az azonnal meg kell nézetni, lehet az hűtővíz, lehet az olaj, lehet az váltóolaj, motorolaj, bármi, tehát annak utána kell nézni, de hát nyilvánvaló, hogy nem fog a kocsi alá feküdni és végigvizsgálni. Hát nem, ezt úgy nem látom lehetségesnek. Igen, egyébként a gumikra visszatérhet, tehát hogy a téli és nyári guminak a betartása, tehát hogy tényleg az évszaknak megfelelő gumit használjuk, ezt azért nem be kellene tartani, de szerintem sokan nem tartják. Az nagy baj, mert a gumiknak a természetéből fakadóan 5-6 fok alatt már megkeményedik egy nyári gumi, és nem tapad az útfelülethez, nagyon sok megnő a féktávolság, adott esetben egy jeges úton a kanyarodásból baleset keletkezik, tehát erre oda kell figyelni akkor, hogyha az autó rendszeresen és hosszú úton is használatban van. Vannak egyébként olyanok, akik éppen, hogy keveset városban használják az autót, és téli gumival járnak télen-nyáron. Tehát nem csinálnak ebből ilyen nagy ügyet, hogy cserélgessék, de aki hosszabb utakon jár az autóval, annak nagyon fontos, hogy nyáron a nyári gumit használja, télen meg a téli gumit, mindenféleképpen az létfontosságú. Nem csak azért, mert neki nem esik baja, de ő se okozza másnak problémát, ez természetes, ez így van. Igen, még ami engem érdekel, hogy egyébként a korosztály, tehát a kort figyelembe véve, ön szerint például mi az a korhatár, ami után már nem nagyon érdemes autó
autóba ülni, vagy a saját épségünk érdekében, mert talán ne kockáztassuk meg. Nekem volt olyan kedves ismerős bácsi, aki még 85 évesen is megkapta az engedélyt, hogy nyugodtan vezethet. Igen. A baj az, hogy nem mindenki rendelkezik megfelelő önkritikával ezen a területen. Nem veszi észre saját magán azt, hogy a reflexek már másképp működnek, hogy a látással már gondja van, a koncentrálással gondja van. Én inkább azt mondom, hogy akik a jogosítványt egy bizonyos kor után azt mondják, hogy most már csak egy évre adom meg a jogosítványt, az orvoson múlik az, hogy megállapítsa azt, hogy valaki alkalmas-e még a vezetésre. Én azt el tudom képzelni, hogy egy idősen ha valakinek azt mondják, hogy Józsi bácsi, nem tudom megadni a jogosítványt, mert már nincs abban az állapotban, hogy biztonságosan vezessen. Egy apró történet, nemrég tavaly volt, ez vizsgáztattunk egy gépjárművet, és a papírokat nézve láttam, hogy a bácsi pont aznap volt 100 éves. Jaj. Nem látszott rajta, teljesen tip-top állapotban volt, de pont 100 éves volt, és mondom, hogy Gavi bácsi, hát nem kéne már vezetni. Azt mondja, gondolja, hogy van jogosítványom? Hát már rég nem adták meg. Jaj. És hát persze azóta már nem találkoztam azóta, de hát nem tudom, hogy mi van vele, de már az autó nem volt ma azóta nálam. Csak hát tényleg így van, hogy az önkritika túl azért ennek, ez az orvos felelőssége is, hogy megállapítsa azt, hogy valaki alkalmas vagy nem alkalmas a vezetésre. Igen. Önök az autószervizelő cégben hányan dolgoznak, hány fős gárdával dolgozik? Volt, amikor többen voltunk, 5-6-an is voltunk, most 3-an vagyunk. Ennek megvannak a nyilvánvaló okai. Amit viszont nagyon sajnálok, hogy nagyon minden évben volt tanulom, tehát szerződésem is volt az iskolával. Hogy és akkor szakmai évben, gyakorlatként lehetett? Nincsen. Képzelj el, hogy nincsen tanuló, sőt olyan, borzasztóan hangzó történet, hogy bejön a fiatal ember és azt mondja, hogy ad nekem 300 ezer forintot, csak írjam alá, hogy itt tanult. Jaj, tehát szomorú. Tehát a tudást nem akarja felszedni. Igen, nem, a munka, az, amit az előbb mondtam, ugye, hogy ajándéknak kell tekinteni, szóval ez a morális tartás egy kicsit más irányba terelődött, hogy a fiatalok inkább tanulnak, vagy nem foglalkoznak a fizikai munkával, mintha szégyen lenne az, hogy valaki autószerelő, vagy hát legyen technikus, végezhet egyetemet is, bármit, de... Pedig hát egy jó szakember kincs. Kincs. Ma nagyon, ugye ennek más okai is vannak, de úgy látom, hogy az elmúlt időszakban az oktatás kicsit Tehát az utánpótlás az nehéz. Igen. Nagyon nagy szükség volna a jó szakemberekre. Azt is el kell mondjam, hogy ma egy műhelynek a felszereltsége milliókba kerül. Tehát nagyon-nagyon sok pénz ahhoz, hogy az ember jó munkát tudjon végezni, ki tudja szolgálni jól a megrendelőket, meg tudja szerezni a bizalmat, mert csak a jó munkával lehet a bizalmat megszerezni, akkor az nagyon sok pénzbe kerül, hogy egy műhelyt így fenntartani, és felszerelni megfelelő. És azokat általában mindig frissíteni kell, javítani kell. Ma már ezek a komputerek, amiket egy cég használ, több millió forintba kerül, amivel az autókat, a hibáit ki lehet olvasni, lehet javítani, bele lehet birizgálni a berendezésekbe. Nagyon sok pénzbe kerül, és hát úgy csinálták meg, hogy azt évről évre frissíteni kell, és azért mindig pénzt kérnek. Ezért nehéz egyébként a cégeknek a rentabilitását fenntartani, mert mérhetetlen sok a költség. Ugye? És hát ezt valahogy fedezni kell, azt valakinek ki kell fizetni. Nem baj, hát végül is, hogyha egy gazdaság jól működik, akkor mindenkinek van arra pénze, hogy az autóját eltartsa, hát azon kívül sok minden másra természetesen. És László, mit tapasztal egyébként, hogy tehát ez a fogyasztói szemlélet, meg ugye, tehát az, hogy nagyon sokszor tapasztaljuk a háztartási gépeknél, meg egy csomó berendezésnél, műszaki berendezésnél, hogy úgy van valahogy összerakva, hogy hamar tönkre menjen, és aztán utána mindig újat és újat kell venni. Ez az autók összeszereltségén is így van? Hogyne. Alkatrész ellátás. Hát ez egy különleges rendszer, mert mondjuk az autógyártó cégek
a saját beszállítójuknak az alkatrészét, márka alkatrészként értékesítik, sokkal drágábban, mint egyébként ugye más cégek, akik megkapják a licencet a gyártásra, legyártják. Ugye tudjuk jól, hogy ami ma már nem kínai, az hamisítvány, tehát rengeteg minden alkatrész érkezik Kínából, de most már gyártanak, után gyártanak Európában is, lengyelek is, magyarok is, mindenhol készülnek alkatrészek. Na most, ami a lényeg ebben az, hogy ma már inkább alkatrész egységek készülnek, tehát ma már nem javítgatnak autókon túl sokat, hanem egyszerűen kicserélnek minden alkatrészt, ami ugye igényli a cserét. Hát a folyamatos vizsgáztatás, ez ezért van, hogy egy autó legyen úgy rendben is, közlekedésbiztonsági szempontból legyen mindig felkészítve, és legyen jó, hogy ne okozzon balesetet, meg meglepetést. Ennek ellenére azért elő szokott fordulni, hogy vannak cifra dolgok, akik megtörténnek. Igen, még márkás jó autóknál is, igen. Hát ez azért nem hangzik túl jól. Szakemberként, csak már így a beszélgetés zárásaként, milyen, nem tudom, pár jó tanácsot, tippet tudna ajánlani az autóvezetőknek? Hát tulajdonképpen ma már minden autóhoz adnak egy kis kézikönyvet, amitől még az ember nem lesz szakember, de szépen le van írva az, hogy mire kell odafigyelni az autónál. Hát amikor új autót vesz az ember, hogy az évekig garanciális, ez még nem jelenti azt, hogy az embernek ne kelljen figyelemmel kísérni az autó használata közben egyes dolgokat, hogy mi az, ami fontos. Mint ahogy ön említette az előbb, hogy nem volt olaj az autójában, de ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt azért legyen ellenőrizve. De tényleg mondom, nem a hölgyeknek kell ezt csinálni. Csak azt a számot kell figyelni, hogy hány kilométert tett meg az autó, vagy ha keveset használják, akkor viszont évenként egyszer legalább el kell vinni az autót a megfelelő szervizbe, és kérni egy átvizsgálást. A szerelőnek a felelőssége az, hogy az autó napra kész legyen, és működőképes legyen. Ez ennél többet egy hölgynek nem kell tennie az autóval, mint hogy ezekkel odafigyel, hogy mondom tételesen a megtett kilométer az létfontosságú. Aztán természetesen, ha az autó jelez valamit, vagy hall valamit, ami nem odaillik, nem megszokott hang, akkor is azonnal ugye el kell menni szerelőhöz, mert lehet az egy kis apróság is, de lehet az egy komoly probléma is. Tehát ezen túl kell akkor lenni. Okoz az embereknek ez problémát, tehát megbeszik magunknak a problémát minden alkalommal, amikor igen. Autóba ülünk, ez így van. Hát igen, sajnos. De nem baj, azért mindent meg lehet tenni azért, hogy ezeket a pici tanácsokat betartsuk, és akkor rendben lesz minden. Én igyekszem megfogadni, és köszönöm, hogy itt volt. Én is nagyon szépen köszönöm, István, minden jót kívánok.